populistának nevezte a baloldali városvezetői oldal a Pécsi Fidesz frakció szociális rezsitámogatása javaslatát, illetve a kis vállalkozásoknak javasolt bérleti kedvezményt, amit az önkormányzattól bérelt ingatlanoknál érvényesítenének. Ez a csomag mintegy 100 millióba kerülne Baranyai megyeszékhelynek. A Pécs jövője frakció Szövetsége a javaslatra reagálva közleményt adott ki. Ebben azt írják, a helyi fideszesek a populista szólamok helyett lépjenek végre a tettek mezeire, és kezdjenek el lobbizni saját kormányoknál azért, hogy érdemi segítséget kapjanak a pécsiek. Tépjük is van, a Fidesz által okozott adósság idei 1,75 milliárd forintos törlesztő részletének elengedése, esetleg átütemezése például jó irány lenne, írják a közleményben. Erről kérdeztük a Költségvetés és Gazdasági Bizottság Fideszes tagját. Polgármester úr szerint a 8,5 milliárdos állami támogatás, amit a városnak ugyan valóban vissza kell fizetnie 0%-os kamat mellett, az egy óriási teher, azaz ennél nagyságrendekkel nagyobb, most már mint egy 9 milliárd forintot számláló EIB hitel, amit polgármester úr és Rúzsacsaba irányítása alatt vettek föl 2019 óta, az pedig ugye 3-4 százalékos kamat mellett visszafizetendő az Európai Beruházási Bank részére. Vagyis sokkal többbe fog kerülni a baloldali hitelfelvétel, mint az, amit még az előző városvezetés kapott, mondja Barkóci Csaba. Tehát én azt gondolom, hogy hitelügyekbe Péter Fiatila nem utogasson az előző városvezetésre és a Fideszre, inkább a saját költekezése próbálja meg visszafogni, főleg úgy, hogy annak tükrébe kell folyamatosan hiteleket fölvenni a városnak, hogy ő hiányról beszél, de a saját barátai fizetését azt éves szinten milliókkal emeli. Meg gondolok itt a vagyonhasznosító, a biokom és más városi cégek, intézmények igazgatóinak béremelésére, melyek polgármester úrhoz kötődnek. A baloldali közlemény nem részletezi a csökkentő javaslatokat, csak a hitelfizetést emeli ki. Mint ismert a Pécsi Fideszes javaslat szerint, akik átlag felett fogyasztanak gázt 15 ezer forinttal, a villany után 5000 forinttal támogatnak havonta, míg a tűzifát használóknak egyszeri 75 ezer forintos támogatást nyújtanának. Az egyedül élőket, a gyermeküket, gyermekeiket, egyedülnevelőket, a legalább négy gyermeket nevelő családosokat támogatták volna így. Azonban a javaslat nem került a Pécsi Közgyűlés napirendjére, így nem tárgyalnak róla szeptember 20-án.